kérdés van, amit most magam is tapasztalok a választókerületemben különböző lakossági megkeresések kapcsán, hogy a nyugdíjas polgártársaink a inflációval hasonló mértékű nyugdíjemeléshez nem számolják hozzá az áfa csökkentés vagy a rezsicsökkentésnek a hatását. Ha a rezsicsökkentést, és akkor áfa csökkentésről még nem beszélek, a rezsicsökkentéssel visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat, mint az előző kormánynál. Tehát a rezsicsökkentés egy átlag magyar nyugdíjasnak 13. havi nyugdíjnak a visszaadását jelenti. De nagyon sok nyugdíjas nem így éli meg, nagyon sok nyugdíjas adott esetben keresli azt a nyugdíjemelést, ami az inflációval hasonló mértékű. Törvény rendelkezik Magyarországon arról, hogy a mindenkori kormánynak kötelessége a nyugdíj vásárló értékének a megőrzése. Ezt mi mindig garantáljuk, és ehhez még az ország teljesítő képességének függvényében hozzátettük a rezsicsökkentést, és most hozzáteszünk az áfa csökkentést is, ami nagy mértékben fogja az alapélelmiszerek fogyasztását befolyásolni, ahol nyilván a nyugdíjasok ebből jelentős mennyiséget vásárolnak, hogy inkább ezeket a típusú termékeket veszik. A minimál nyugdíj fölülvizsgálata nem szerepel.